Ah, mais non, il est pas. Le a kalappal, hihetetlen produkáltál. Hogy érezted a játékodat? Köszönöm szépen. Nagyon jól éreztem magam a pályán, igaz, az elején az tényleg így volt, hogy megszeppentem, de egyre jobban jövök bele, szerintem. Remélem, a jövőben is így fog tovább alakulni, és akkor még jobb lesz. Csináld le, mint gyerünk! Bravúros 15 percet produkáltunk az elején, aztán ezt még viszonylag tudtuk fűszerezni. Második fél időben, mint egy picit leültünk volna. Te hogy láttad? Valóban úgy történt, de ezt szerettük volna tudatosítani az ellenfélben. Mindig is megpróbáljuk majd ezt a tudtuk adni. Nyilvánvalóan nem fog mindig sikerülni egy ilyen 15 perc az elején. Sokat edzünk, sokat dolgozunk azért, hogy ezek a momentumok visszaköszönjenek a mérkőzésen, és ezt nyilván az ember szereti, meg eltervezi, meg jó lenne a hasonló kezdés. Ez rányomja a mérkőzés a bélyegét. Természetes, hogy az is, hogy ezt nem lehet végigbírni, hát ebben vannak hullámvölgyek, ahogy az említetted. Én azt gondolom, hogy a mérkőzésen érezhető volt a fölényünk, és ez a gólaránytán nem is ebben húzott. A megülés mellett, ami még nekem szembetűnő volt a pontrugásoknál, a beíveléseknél, hogy egyszer-egyszer azért lele maradtunk ott középen, és megfagyott a vér ott bennünk. Hát persze előfordul, hogy de főleg a pontrugások veszélyesek, hiszen egy jó belőtt labda az ha ugye lecsoroghat, mint ahogy Komlón le is csorgott, és abból 11-es szituáció keveredett. Tehát ezek mindig azok, ezeket kell elkerüljük, minél kevesebbet, nagyon nehéz természetesen ezeket megoldani, csak ebből minél kevesebbet kell az ellenfélnek adni lehetőségként. Én úgy érzem, hogy nem 3-0-nál szállt el, valóban nagyon tompán kezdtük a mérkőzést, minden hibánkat a hazaiak ki tudtak használni. Voltak forduló pontra lehetőségeink 1-0-nál, 16-osra elvégzett szabadrugás, amit Zicser előzött, meg ott tompák voltunk, azokkal a lehetőségekkel nem tudtunk kijönni a hazaiak. Szinte minden lehetőségüket gólra váltottak. És a másik fél időben az első periódus? A másik fél időben úgy mentünk ki, hogy legalább a saját becsületünkért küzdjünk, 0-0-ra kezdjünk egy félidőt, próbáljuk megnyerni a második lapozóval. Reálisan tisztában voltunk, hogy nehéz beszélni a viszonyra, de próbáltunk meg a megfelelősen tenni a meccset. Első 15 percben egy kapusztunk haza, hogy nem jöttek át a félpán, az első nem is érdemi támadás, meg a 40 méterről elgurított labdát a kapusunk elnézett, és így.